Sziasztok, ez itt a Bögre csatorna, én Balázs vagyok, és ma este, péntek este van, egy péntek este indul a parti, vagy nem tudom. Ki fog a malacnak enni adni, tehát ez... nem is kérdés, mert nincsen malac. Anyway, fura beköszönés, nyilvánvalóan. Most jövök a fürdetésből, úgyhogy that's done. Én az atyai kötelességemet hát elvégeztem, tegyük fel. Tegyük fel, hogy a bare minimumot megtettem, mint apa. Úgyhogy játszhatunk most már, szóval számítózhatunk végre. Végre számítózhatunk. Homeworld 3 lesz a mai műsor, illetve kiderül, hogy a jövő hét hogy fog alakulni. Nagyon fura hét lesz a jövő hét. Nem felépítése miatt, hanem mert fura játékokkal fogok játszani. Ilyen egyszerű. Plusz lesz egy American Truck Simulator is, ami mint tudjuk Euro Truck Simulator 2, de értitek, hogy értem, amikor azt mondom, hogy Truck Simulatorozunk. Gondolkoztam nagyon sokat rajta, majd ezt kifejtem. Most egyenlően csak annyit akarok mutatni nektek, hogy ez lesz a hétfő, kedd, péntek. Ugye így lesznek a streamek, hétfő, kedd, péntek. És akkor itt azt is láthatjátok, hogy hétfőn lesz két része lesz az esti streamnek. Alapból 7 helyett 6-kor fogunk kezdeni, mert lesz egy kinda szponzorált verziója, meg egy nem szponzorált verziója a hétfői esti streamnek, de erről majd kicsit később beszélek, és a kedd meg a péntek, ami még fennmaradt, és a péntek, igen, hát sokat gondolkodtam a péntekről, de majd beszélünk arról, hogy miért gondolkodtam oly sokat a péntekről. Homeworld 3 viszont a mai program, és hát a 6. küldetésnél járunk, mert az első 5-öt sikerrel vettem. Nagyrészt most már igazából nagyon sok hajó típust megkaptunk. Ja, közben elnézést, Galban, szép estét, mi a helyzet, tök jó, hogy itt vagy, boiler testű. Nagyon szépen köszönöm, a 22 hónapot nézünk rá, vagy közeledik a 2 év. Szia Balú, hello Satas Pes, szia Learon, mi a helyzet, tök jó, hogy itt vagy, hello Gergő. Hogy vagytok, srácok? Milyen volt a hetetek? Milyen volt a hetetek? Őszintén, valljatok szint, milyen volt ez a hetetek? Lesz-e még jobb? Vagy ez volt a legjobb hét ever? Vagy ennél már csak jobb lehet, ugye ezek a lehetőségek. És hogy amúgy meg terveztek-e valamit a hét végére? Mi tervezünk, de majd talán kicsit később arról is. Most inkább bele akarok kezdeni a játékba, mert hogyha mondjuk ott akadni üres járat, ami amúgy nem szokott, akkor a közben lehet beszélgetni ilyen dolgokról. Nem, ez a játék, ez annyira nem az üres járatokról szól szerintem. Szóval nem tudom, emlékeztek, hol hagytuk abba, a hőseink éppen őrült kalandokba keveredtek, mert kiugrottak ezen az űrkapun, vagy mi a viharon, ezen a csillagkapun, és hogy nem, egy fantasztikus aszteroida mező közepére érkeztek, és ha jól látom, akkor itt az az elképzelés, hogy az aszteroidák azok mind ellenséges hajók idézőjelben, és őket tudjuk... a fényes lett hirtelen a játék. Szóval őket tudjuk így lőni a különböző fegyókkal, meg hajókkal, amiket hoztunk az előző küldetésről. Ez előbb nem volt ennyire fényes. Holy shit. Nem tudom, mi történt. Na mindegy, azt mondta, hogy az ott egy save point, úgyhogy oda fogom küldeni a mindenkit is. Ez remélem, azt hiszem ez nem jelöli ki a mothership-et, meg a resource controllereket, de lehet, hogy igen. Mindenki, aki hallja. Tehát ezek szerint most a support fragatok nincsenek kijelölve. Mindegy, oda kéne átmenni. Nektek is. Jó, nézzük meg, hogy mit csinálnak, hogyha elindítom az időt. Ez nem az. Ott nézzétek, hogy lövik. Nem tudom, menet közben lőnek-e. Remélem igen. Mert akkor van esélye, hogy nem halunk meg. Az ott nagyon... nem, bocs, nincsen nagyon rossz helyen. Egész tűrhetően jó helyen volt. Azért kell átjönni ide, mert itt van a biztos pont. Hopp, ott egy ellenséges tingi-tingi, ami veszélyes helyen van. Szerintem nem lesz gáz.
Az ott már gáz. Az itt egyenes collision korszon van. Pont sikerül elkerülni talán. Ti is oda nyugodtan bemehettek. Mert ott most elég, azok szerintem még veszélyben vannak. De az biztos, hogy megérkezett a mothership. Objective complete. Yay. Calculating optimal passage ahead. Okay, megint át kell mennünk. Igazából nem tudom, mit vár el tőlem a játék, hogy milyen taktika mentén kéne haladjak. Azt fogom feltételezni, hogy a hajóim majd megoldják. Ez lesz a trükk. Acknowledged. Commence salvage operations. Ó, tehát ide kell elmenni. Salvage Incarnate Carrier Wreck. Tehát igazából nem kell oda mindenkit átvinni, most itt jó helyen vagyok, hanem csak át kell küldeni oda resource controllereket. Átküldök egy resource controllert, egy supportot, meg mondjuk railgunokat. Szóval jó pár hajót így össze akarok rakni. Assault fregat, Ion Cannon fregat. Gyertek a control nulla. Mert megpróbáljuk azt, hogy így mindenkit is viszünk. És akkor hátha ez egy ilyen, tudjátok, ez egy olyan csapat lesz, ami el tud érni valamit. It's difficult to theorize about the motivations of a race that disappeared over 100,000 years ago. But given the position of Naraka in relation to the Gate Network, I suspect they're going to some sort of way station facility. Oh fuck! In its day, it may have built and maintained a whole fleet of gate-building vessels. Oh, it's so far so good. Will be for me to convince the automated facility that we are one of those ships, and we need our hyperspace cores repaired. If anyone can do it. Egy kis resource controller megcsinálja. Ó, tudom, azért, mert magát a salvage-ot jelöltem ki, nem pedig a helyet, és csak ezt tud salvage-elni. A többi nem. Mondjuk, ha ott maradnál, a mögött a cucc mögött, az több, mint ideális lenne. És ugye még haza is kell hozni a cuccokat. Szóval kicsit hangos a játék, de én nem tudom. Mondanám, hogy szóljatok, de... Már mindenki elment diszkóba, úgyhogy egyedül vagyok itt. It's fine. Ó, valami nagyon szétlőtt ott egy izét. Melyik az Interceptor? A Railgun Corvette? Melyik az, amelyik ilyen jól tud? Ilyen hatékonyan tud lőni. Ugye mennyi van nálad? Ezt látjuk valahol, hogy mennyi resource van nála? Szerintem nem. Mindig automatikusan space nyomok, hogy le állítsam az időt, ami nyilván nem működik. Vagy nem arra működik, hanem a taktikai nézet miatt. Oppa, ott jön egy nagy fiú. És a carrier... Ó, most hozzá vissza pont a carrier-eket. Oké, akkor... srácok, azt kéne lőni. Mert az most nagyon rossz helyen van. Az egészet visszahozzuk? Jézusom. Oké, jönnek újabb fantasztikus... aszteroidák. Jó, kiengedem a macskát. Ez lesz a mai program egyébként. De akkor ne gyere vissza, légy szíves azon. A játékot azt leállíthattam volna, de... mindegy is. Remélem, hogy megérkezett. Carrier-ek az jön, és oké, ti hova a viharba mentek? Ne, gyertek vissza, Clash. Nem rossz irányba, ha tartotok. De meghoztuk a roncsot. És remélem, hogy itt nem lesz már több veszély ezeknek a cuccoknak. Az ég áldja meg titeket, gyertek már el onnan, komolyan, ne idegesíts már. Mit csinálsz, segítség, most, hogy ki kell engedni? Nyávok, hogy engedjem ki.
a szobából, és aztán utána nyávog majd, hogy engedjem be a szobába, és aztán nyávog majd, hogy engedjem ki a szobából. Tudod, a macskák ezek úgy működnek, hogy ők nem lehet, nem szabad őket kizárni a területükről. Minden macskának a fejében van egy ilyen térkép, hogy mi az ő területe. És nem akar mindenhol egyszer lenni, de nem szabad kizárni sehonnan, ami papíron az ő területe. És most ki van zárva, mert hogy a gyerek miatt csukva kell tartani ezt a szobát. És akkor mondom, hogy jó, akkor menjél ki, és ha kint van, akkor be akar majd jönni. És aki bent van, akkor ki akar majd menni. És ez megoldhatatlan. Oké, ezt fogom csinálni. Na, akkor mindenki, meg az anyja. Figyelj, én most ilyen Brave and the Boldosat fogok játszani. Tehát akkor mindenki védje a Mothershipet. És kezdjük ezzel mondjuk. Ezzel az aszteroidával, emögé az aszteroida mögé álljunk be. Ugye megy a Mothership is. Nem, a Mothership in fact nem megy. Meg a support fregattok sem mennek. Ami remek, mert ezeknek egyben kéne mozogniuk, mert úgy tudják szétlőni például azt. Oh shit, ott beakadt egy ion kánon fregatt. Egy ion ágyús fregatt beakadt. És ezek kéne a support ship, mert azt tudja ezeket meggyógyítani például. Ez pont nem az. Ott oda menjen egy szívesre gyógyítani. Ezek nem problémák, ez lehet probléma. Support fregat, jó felé megy. Jó. Egyelőre szerintem rendben vagyunk, bár sok taktika nincs abban, amit csinálok. A toxoplazmózis az nem számít igazából. A toxoplazmózis az addig számít, amíg magzat. Akkor nem szabad például a terhes anyáknak, vagy nem az, hogy nem szabad, de hogy nem ajánlott a terhes anyáknak macskaalmot kiszedni a toxoplazmózis miatt. De egyébként már, mikor már kijönnek a picik, akkor már ez így kinda sorta rendben van. Nem is azért, mert hogy bármi baj lenne vele. Főleg mert ugye a macska már nem kijárós, tehát nem tud, egy csomó mindent nem tud terjeszteni, amit amúgy tudna. Az Istenért nem indul el ez a hajó? Hát nem hiszem el. Vagy csak elindul, csak nagyon lassan? Group 5 in trouble. Nem tudom, vesztettem hajót? Nem vagyok benne biztos. Ott jön egy veszélyes. Az ott gond. Az aszteroida az ott jelentősen probléma. Az el fogja találni? Pont elmegy mellette? Az elég nagy mázli, hogyha pont elmegy mellette. Holy shit. Nem ment el pont mellette. Az egyik elment, a másik nem. Szóval nem azért van probléma, az van a probléma, mert hogy hangos vagyok. És a gyerek is hangos néha. És ezért az ajtók valamennyire megszűrik a zajt. Ezért nem haladszik bele a gyerek, hogyha jókedvében ordít, vagy hogyha azért ordít, mert éppen elesett, és vagy felborult és bevert a fejét. Ami elég gyakran előfordul, mert értitek? Gyerek. Kisbaba. Tehát, hogy ez egy visszatérő probléma. Akárhogy is figyelünk rá. Az el fogja találni? Azt hiszem, igen. Lehet, hogy pont nem. Azt ott kimanőverezte. És amikor majd aludni akar a gyerek, akkor meg én leszek hangos. Ezért az ajtó valamennyire megszűri a zajokat, de az ajtó nem tudja megszűrni a hangokat, hogyha az ajtó nyitva van, hogy a macska tudjon járni kelni, ahogy kedve szottyan. Úgyhogy a macska nem tud járni kelni, ahogy a kedve szottyan, és ezt a macska sérelmezi. A macska a gyerek együtt nincsen baj. A macska szuper stresszes tőle, de ennyi. Oké, átjöttünk ide. Nem tudom, van egy gyors mentés.
Nincs. Csak lassú. Meggyógyítjuk a Mothership-et. Szia Rami Elior, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. Milyen volt a heted? Itt úgy látom, hogy talán ez egy rejtőhely, de ez biztosan az. És itt pedig némi szalvás található. 340 rú. Jó, mindenki kész. Sajnos nincs olyan, hogy az összes kijelölése. Szerintem. Ez majd ugye nem jelöl ki mindenkit. Csak a harci hajókat. Tehát a Mothership most van kijelölve csak. Support fregattok most vannak kijelölve. Resource controllerek most vannak kijelölve. Talán. Úgyhogy ezt Control 9-nek beadom, hát ha megjegyzi. És megpróbálunk egy lendülettel átjönni ide. Valahogy amúgy tök jó lenne, hogyha be tudnánk állítani, hogy egy sebességen maradjon mind. De szerintem nem lehet. Úgyhogy... Ó, te mit csinálsz? Ez a resource control, ez mit csinál itt a világ vége után kettővel? Mondjuk oda mehetsz salvage-elni, hogyha akarod. I don't care. Ja, muszáj is. Akkor viszont muszáj. A hét, rövid hét közepesen stresszes örülés van, hogy vége. Ebben nem vitatkozom. Miért nem megy senki, mikor specifikusan kértem, hogy menjünk? Mi a vihar, srácok? Valamit nagyon félreértek ebben a játékban, mert... Rohadtul nem teljesítik a parancsaimat. A hajók. És nem a Mothership-re vártak. Szia GK-mi a helyzet, tök jó, hogy itt vagy. Aha, na azokat kérnek kilőni, mert ott az... Ó, oh, az neki fog menni. Oké, egy collision. Ott a következő... ott a következő collision. Nem mondanám, hogy hibátlan egyelőre. Oké, az amellett elmegyünk. A resource control már ott van a carrier-reknél. Jó, oké, szóval vissza fogunk kapni hajókat, majd hogyha ezt a carrier-t hazavisszük. Srácok, könyörgöm, menjetek be oda, légy szíves, ne legyetek már ekkora bankerek. Hát ütik őket a aszteroidák, hát nem hiszem el. Van még valaki? Kit hátra hagytunk esetleg? Van hát egy support fregatt. Én rendelek egy pizzát. Te rendelj egy pizzát! The most GK thing one can do is rendering a pizza. Streameken egyszerűen elfelejtik kihozni a kajámat, mert mindenki azt nézi. A pizzázóban. Nézi a streamet, az elfelejti a rendelést. Üdv srácok a pizzériában, ahonnan Learon rendelt volna. Mizu? Na most viszik a carrier racket, és azt most be fogjuk oda pattintani. És aztán mehetünk az evac pontra. Nice. Na akkor mindenki szedje össze mindenét. És akkor let's go. Nyilván valakinek külön kérvényt kell begyújtani. Begyújtani? Begyújtani. Ti is menjetek, legyetek olyan kedvesek. Support fregattok, ti is menjetek. És talán a resource controllerek maradnak még hátra, ti is menjetek. Wow, megjöttek a srácok a gyárból. Oké, ez most elég durván ütik.
Várjál, durván ütik? Jó, nem durván ütik, szerencsére pont elmennek felettünk, meg alattunk. Pedig gondolkoztam azon, hogy átállítom függőlegesbe a hajót. De végül nem tettem, és milyen jó, hogy nem tettem. Mert akkor szépen felvette volna az összes létező aszteroidát. Hát elvileg megérkezünk a escape pontra. Hol van egy... support fregat? Hát gyógyítsunk, már szerintem ugrás után nem kell már gyógyítani. Objective complete. Hatodik pályát is befejeztem ezzel. Yay! Mehetünk tovább a... story kapcsán? I don't know, man. I'm Tommy a story. Pedig próbáltam figyelni. Ó, ez a shoot, ez nem tetszik ebben a mondatban. Túl sok a shoot ebben a mondatban, sajnálom. Survive the asteroid storm. Achievement unlocked. Hát éppen hogy, de thank you. Nálatok is 74 000 fok volt ma, vagy csak itt? Itt esett. Itt esett az eső egy kicsit. És sokat dörgött, és egy kicsit esett. De amúgy meleg volt azon túl. Megtudtuk, hogy a narakai aszteroida eső az egy viszonylag frissen kialakult dolog. Oh, belekürtek a... egy holdat egy... egy világba. Egy lakatlan bolygóba. Azért, hogy minket visszatartsanak. Nem lett volna szabad a Kalaterminuszi csapdából elmenekülni. Egy őrült isten, pont ahogy Baldrosset mondta. Igen, de minket is úgy nevezett, hogy a tudatlan óriás. Talán tévedett? Erősek vagyunk, de megértjük, hogy mivel állunk szemben. Sikerült már egyszer átjárnunk az eszükön. Úgyhogy egyenlőre nem mondanék le magunkról. De a magok nélkül csak az időkérés, hogy elkapjanak minket. Egyedül a Naraka Gate-i helyen tudjuk megjavítani a hajót. Szerencsére az ellenség egyik bázisa is ott található. A Citadellának hívják. A Fellegvárnak. Baldró mondta ezt is. Amit elkezdünk javítani, a Warsage, aki vezeti ezt az állomást, elkezd majd támadni, mert akkor lesz a legsebezhetőbb a hajó. Hogy lehetsz ebben ilyen biztos? Mert én is ezt tenném. Háborús. Warsage. Ki kell alakítanunk egy védelmi oldalat Narakában, miatt elkezdjük a javításokat, és nem hibázhatunk, mert nem csak az életünkért harcolunk itt. Mert egy ellenség, aki összetört egy világot, hogy megállítson minket, nem fog miattunk leállni. Ez nem csak a Higaráról szól, az egész Isten verte galaxisról. God damn it! Engem feltűzelt az űrge. Töltőképernyő. A töltőképernyő elveszi a... Oh, nincsen töltőképernyő. Anyway, megjöttünk. Naraka kapuja. That doesn't look like... a kapu, de mit értek én a kapukhoz? Ezek a harci dobok. Ezek nagyon jók. Azt hiszem itt fogjuk javítani a hajót. Progenitor rendszer online. Elkezdtük a protokoll tingit. Beütöttem. Kikapcsoltam a biztonsági rendszert. Hozzáférés megadva. Pozícióba kerültünk. Elkezdődik a magok javítása. Yes! Most vannak támadni, igaz hullámokban. Cross-referencia nem sikerült elérni, nagyon jó. Akkor bejük egy másikat. Ez se jött össze. Mindenhol csak a fél. Nem sikerül. Az átkozottak ezek.
Ez biztos szándékos, ez a megrontás. Nem tudom, miről van szó egyébként. Oké, fókuszál Imogén. Oké. Sikerült találni valamit. Ez a Karennek, ami dúdolt és altató dalocskája. Megvan a minta. Yes! System, magyarázd meg, ez hogy történhetett. 97.6%-os egyezés van. Karen, ezt te tetted? Technoblabla. Technoblabla. Sziasz, best. Játsszad lefele. Ez Karen az előző részből. A Karszadzsuknak a vezetője. Egy tudományos expedíción voltunk. Megtámadtak minket. Az Inkarnát és az ő királynője. Lerohantak minket. Nem volt lehetséges hazatérés. Ő ott van mindenhol. Azt akart, hogy hagyja magára a flottát, hogy csatlakozzak hozzá. Szüksége van a progenitor magokra. Nem engedhetjük, hogy megtalálja őket. Széthozhatom a flottát, és itt rejtettem el a hajót. Hármas kódolás. Tudjuk, hol van Karen, és olyan fontos és titkos információ, hogy háromszor kódolta. Mindjárt. Köszönjük a kérdést. Lenyűgöző. Ahelyett, hogy megadta volna a királynőnek, amit akart, Karen elrejtette a hajót a jég alatt. Meg kell találnunk, ha Sajuk egyáltalán ott van. Jázd le a többi részét. Szerezzétek vissza a magokat. Szedjétek őket szét, ha muszáj. Bármit tegyetek meg, hogy megakadályozzátok, hogy a kezébe jusson. Na, jussanak. Szia, Promanó, szép estét. Imogén, ne hidd el, amit mond. Akármennyire is csábító. Sajnálom. Karen egyenesen hozzám beszél, Izsák. Szüksége van a segítségemre. Nem kockáztatjuk, hogy egy újabb flotta csak szellemeket vadászol le. Ahhoz kell ragaszkodnunk, ami az előttünk lévő veszély. Világos és tiszta veszély. Készen vagy? Csak is előre. De igazából ott van a cucc. Ezt már láttuk az előbb is. Ott jöttünk be, azon az ajtón. Vagy nyíláson. Én komolyan tölt a játék? Gyanús, hogy tölt a játék. Mert ez túl hosszú, hogy csak egy sima átvezető legyen. Meg túlságosan unalmas. Tudod, hogy ez egy rejtett töltőképernyő. Megjöttünk. Mi birtokoljuk a kaput egyelőre, és elkezdtük a maguk javítását. Az energiaszintek emelkednek. Érkezik az ellenséges flotta. A feladatunk a védekezés. Az jó lesz. Rajtaütünk a beérkező flottán, amint kiérkeznek a hiperkapun. Oké, fejlesztették a Karkushannak az erejét. Kaptunk mine layer fregattokat, meg valamilyen tureteket. Oké, chokepointok, nagyon jó. Midline, frontline, ringline, ötletem sincs, miről van szó. Most kezd el bonyolult elvenni a játék. The clock is ticking.
az órák ketyek. Hatalmas ellenséges erő fog érkezni. Nem engedhetjük, hogy a Karkushanhoz elérjen, amíg az sebezhető. Sure, okay, whatever. Egy másodperc, szabad ne feled, csak ki kell adnom egy dolgot a szobából. Jaj, a múlt pénteken kezdtük ezt a játékot. De nem maradt el. Jó, lemaradt el sok mindenről, de nem mindenről. Oké. Let's go. Holding it standby for forward deployment. Mine layer frigates and anti-strike craft turrets awaiting orders. Deploy mines and turrets at gate. Oké, itt vannak a turretek. Azok a mögött lévő fregattok szerintem... Ez mi? Rear line. Ezek nekem nem mondanak semmit. Tehát tudunk újabbakat gyártani. Ne idegesíts, még nem csináltam semmit. Oké, okay, akkor lepauzoljuk a játékot, hát velem lehet beszélni. Tehát, resource controller 1. Kiküldjük, hogy resource-okat kontrolláljon oda. Resource controller 2. Olyan, ha ide bejövünk, akkor valami rossz dolog történik? Certainly olyan érzés, mint hogy valami rossz dolog történne. És innen szed ki a rukat egyenlőre. Ion ágyú fregat, support fregat, fleet bomber, Jézusom, szia ragasztólak, mi a helyzet, tök jó, hogy itt vagy. Az a baj, hogy én sem értem, mi történik, szóval együtt nem értjük legalább. A lényeg, hogy van ez az anyahajunk, a Karkushan, és itt gyártunk egyébként dolgokat is. Mármint itt is gyártjuk a dolgokat. Mármint a hajókat, az űrhajókat, és akkor vannak különböző osztályú űrhajók, például ez a support, ezek gyógyítanak. Van itt az ionágyú, azt hiszem hátsó sorba megy. Strong versus large, slow moving opponents. Na ezt nem tudom, hogy melyik sorban megy. Tehát hiába írja nekem itt a játék, hogy frontline, midline, meg choke point, meg rearline. Ez nekem nem mond semmit. Sajnos. Railgun, Corvette. Fragile, but high damage, single target, backline ship. Na például ezek backline-ok. Akkor ezek jöhetnek is. Hát itt rearline-nak írja egyébként. De alapvetően a backline-ba kell őket küldeni. Aztán... Ion ágyú fregat. Ja, ezt néztem az előbb is, hogy erre nem mond semmit. Jó. Hát akkor beküldöm őket midre. Elno. Ez a karrier, ez micsoda? Forward production facility with some defense capabilities. Strong versus nothing, weak versus single target high damage opponents. Tehát ez igazából gyártóhajó, mert akkor azt elrejthetjük valahova ide. Mert akkor ezzel tudok gyártani. Aha, a karrierben lehet gyártani fantasztikus egységeket, csak nincsen még rá pénzem. Van ez a salvaged carriers, ezekkel nem tudom mit kell csinálni, valószínűleg ezekkel semmit, mert nem is hozzám tartoznak. Jó, és akkor még azt kell megcsinálni, hogy... Ez a choke point. Hogy tudom a bombákat kidobni? Meg hova érdemes vajon felállítani? Szerintem ide érdemes felállítani az ágyukat. Ugye itt van egy rakás ágyú. Deploy turret.
Egyet tudok egyszerre deployolni, az kevés lesz. Jó, mi van még itt? Ja, mine layer fregattok. Lay mines sphere, box, wall. 5.30 amúgy a támadás, most látom. Tehát, hogyha ezek a mine layer fregattok ide jönnek, akkor itt le tudom rakni a... ez az 5 darab. Akkor le tudom itt rakni mondjuk erre a falra, meg erre a részre, a choke pointra. Oké, vágom, mi a feladat? Ha le tudom rakni ezeket az aknákat. És 5,5 perce van erre a dologra, úgyhogy let's go. Fura, hogy nem lehet egyszerre kirakni az összes. Mert ez nagyon sok, hogy egyenként végigkattingassam, már ne haragudj. Már pedig úgy látszik, hogy az kell, hogy egyenként kell végigkattingatni. Vagy csak nem veszek észre valamit. Mégis még ide is jöhetnek turetek. Vagy akár ide. Ugye ezek a kisebb ágyuk, a kisebb hajók ellen. Ez azért elég sok dologra nem alkalmas. Na nézzük, mit értünk el ezzel. Semmit. Komolyan ezek közül egyiket sem csinálod meg, amit most kiadtam feladatnak? Ó, mert rossz gomba kattintottam le. Ha! Stupido mio. Hát persze, hogy is lehettem ilyen ostoba. Igen, rossz gombbal kattintottam le. A jobb gombbal kattintottam, és a jobb gomb az a cancel. It's fine. De akkor lehet, hogy egyszerre ki lehet mégiscsak adni, hogy ide jöjjenek? Oké, okay. Nem. What? What do you mean? Oké, okay, elindultam az időt, csak hogy lássam, hogy mivel dolgozunk, mi maradt. Ja, kell, hogy legyen valami jobb megoldás. Én azt nézem, hogy mi lehet, hogy végig kell húzni? Nem. Issue a deploy turret order. Oké, okay, változott itt az ikon. És ez mit jelent? Látjátok? És ez utána eltűnik. Következő. Akkor nézzük meg ezt. Megint csak deploy turret. Lerakom. Adjuk ide. Megváltozik az ikon. De nem derül ki, hogy mit kell itt csinálni. Hogy ez miért jó, hogy megváltozott az ikon. Ha a jobb gombbal kattintok, az eddig a cancel volt. Most a bal gomb lesz a cancel. Uh-huh. Én sajnos egyre nem látom, hogy, hogy ez hogy kéne jól. Nem értem, ez mit csinál. Miért változik meg? Most egy van kijelölve. Lerakom ezt, és előjön valamiért egy másik ikon. Megváltozik az ikon, de nem derül ki, hogy miért. Elhúzni nem tudom. Így tudom lerakni, és aztán utána... ide tudom küldeni. Nem tudom, haver, mit veszel tőlem. Reinforcing the midline position. Ovájtok, hogy anti-aircraft turret. Jó, az nem... ez nem probléma, meg ez nem azért megy oda. Te rakj le ide.
Oké, 4 perc. Falat. Most ezt leraktad. Oké. Az ott izgalmas helyen van. Jó, figyelj, lerakok mindenhol olyan mindenfajta fantasztikus dolgokat. Jó, vannak quantum level, te vagy ma quantum level. Oda is rakjál le egyet. Ki nem rakott még le? Te nem raktál még le. Rak le te kicsit feljebb, ki tudja. Lehet, hogy éppen arra próbálnak majd kitérni. 3 perc maradt, és akkor egyenként kell lekattingatnom ezeket a szarokat. Szerintem establish-eltük, hogy ez az egy megoldás. Van. Vannak gyors gombok egyébként, hogyha ez számít. De az már ilyen hexor skills, hogy ezeket használ is. Oké, mindjárt készülök, mindjárt meg vagyok. Még van 3 percem, szóval ne sietes. Jó, Wenka. Mindjárt nem mutatom, mielőtt megérkeznek az ellenség. Azért meg akarom mutatni majd nektek, hogy mi lesz az első nap, tehát hogy hétfőn mivel fogunk játszani. Mi kell fogunk játszani, mert 2 játék is lesz. Ugye mondtam, hogy ez egyik egyfajta szponzoráció. Ez nem ilyen nagy szponzoráció, tehát hogy erről akartam kicsit beszélni nektek, hogy ez úgy néz ki, hogy van egy oldal, ahol lehet ilyen... Gyakorlatilag ott vannak ilyen kampányok, és akkor azt mondod, hogy hát én ezzel a játékkal játszok ennyi időt, ennyi pénzért. És akkor erre válaszol valamit. Volt már ilyesmi egyébként korábban is. Erre válaszol a kiadó, vagy pedig ignorálja, nekem általában ignorálja. De néha válaszol a kiadó, hogy jó, elfogadja, vagy az, hogy küld egy másik ajánlatot. Most sikerült egyet, hogy én csak olyanokra szoktam ajánlatot adni, ami alapból érdekesnek tűnik, és ez most sem lesz más. Egyébként egy ilyen kártyagyűjtögetős játékról van szó. Mármint, hogy tudjátok, ez a Slay the Spire, ilyen típusú, ilyen stílusú. Többször is volt már ilyen a csatornán, és most is lesz. Egy 2 órát fogunk vele játszani. Mi azok a helyben vannak. A carrier-t ugye idehoztam, csak hogy minek? Inkább rejtsük el ide, nehogy valami tűz érje véletlenül. 1 perc 20. Itt vannak az aknák. Amíg az aknák is látszanak, beszarok. Látjátok, ott van egy akna. Tüp. Ott az akna. Szóval, akkor mutatom, hogy mi lesz az első hétfői napom. Itt a streamben. Az egyik játék, és azzal fogunk kezdeni, mert pontosan tudom, hogy meddig kell tartania. Az 2 órán át fogjuk 6-tól 8-ig játszani a Z-Zillions című játékot, amire azt írják, hogy ilyen anime aesthetic, de igazából szerintem nem. Vagy legalábbis nem az az anime aesthetic, amit én gyűlölök. Hanem inkább ez a... Nekem valamint a Jet Set Radio-nak a grafikai stílusában emlékeztetett, teljesen őrült játéknak tűnik. De ja, ez lesz a sponsorált verziója, vagy a sponsorált része a streamnek, és aztán pedig a maradék fennmaradó időben 8-tól, hát, ameddig tudunk, meg ameddig nem végzünk, a Lystra Summit Kingdom, ugye mondtam, hogy már nagyon közel vagyunk a végéhez, és ezért gondolom, hogy az már 1 óra alatt meg lesz, de hogyha nem, akkor is szeretném, hogy maradjon rá elég idő. Aztán, hogy marad, nem marad, az megint más kérdés, de megpróbáljuk, hogy maradjon. És akkor ez lesz a hétfő, a hét további részéről pedig nem sokára beszélünk majd, csak maradjatok itt is. Most először győzzünk le egy érkező ellenséges flottát. A kontaktra fel kell készülni. Sosem álltam még ennyire készen. Ezek a fregattok, ezeknek amúgy itt kell lenniük? Miután lerakták a...
cuccukat? Mert szerintem nem. Szerintem nem kell őket ott hagyni a frontvonalban. Még jó időben eszembe jutott. Itt igazából nagyon nagy flottám nincsen, ha megnézitek. Várj, hol vannak az interceptorok? Ó. Ó. Well. Ez gond. Az interceptorok és a fleet bomberek itt maradtak. Ezeket szintén el kellett volna idehozni. Most valószínűleg nem fognak odaérni, talán a csatának az a végére megérkeznek. Meg hát igazából a support fregattokat is, meg az assault fregattokat is át kellett volna mindéket küldeni ide. Nem tudom, kicsit kiagyott az agyam. Not gonna lie. De majd erősítésként megérkezik a kavarri. Vagy restartolunk. 17 másodperc. Ahogy de lassan jöttek, utána égett őket, hogy valami nem tudom bekapcsolni. Még magát a mothershipet azt mondja, nem tudjuk elmozgatni. Na, 3 másodperc, 2, 1. Érkeznek a srácok. Átvezetőben érkeznek. Remélem átvezető alatt is megy a játék, mert akkor még ide érhet a flotta nagy része. Tipikus Balázs dolog ez, ne aggódj. Dehogyis aggódom. Jó, hogy ez még kell, azt nem tudom. Ez sokkal menőbb lett volna, hogyha nem rakját cinematikba. Ó, ők meghalnak. Ők szépen halnak. Oké, so far so good. Engage and destroy, let's go! Ezek egyébként... Dominance Fighter. Weak versus anti-Starcraft Starcraft area of effect based opponents and turrets. Tehát anti-aircraft, ezek anti-aircraftok? Az Interceptor az nem, és a Fleet Bomber sem szerintem. Az Assault... Azok igen. Tehát ezeket be kell küldeni valahova ide. Nem? Az üres űrbe szeretnék kattintani. Mondjuk ide? Nem tudom, hova küldöm őket, de valahogy oda. Ez még csak az első hullám természetesen, szóval itt azért annyira nem számítunk arra, hogy nagyon rossz lesz. Most jött be a macska, egyébként. Tehát most lett elege a macskának. Hogy ki van innen zárva. És most bejött. Úgyhogy most itt van bent, és nem csak arra, hogy elege lesz, hogy ő ki van zárva. Onnan, és majd ki akar menni. Amúgy nagyon jól működött a... ez itt annyira nem jó. Szóval nagyon jól működött a aknamező, anti-strike craft. Ez például anti-starcraft. Hol van ez? Ezek. Ezeket rá is küldjük. Azokra a hajókra. Ezt olyan megkapták ezt a parancsot, vagy no? Megkapták, jó. Oké, okay, jöttek nagyobb hajók is. Carrier-ök. High damage opponents. Például a bomberek, azok jók a carrier-ök ellen? Ha bomber lennék, szerintem jó lennék. A fregattok maradnak itt. Fleet bomber. Ezek. Ezeket küldjük rá. A carrier-ökre. Kicsit zavar, hogy nincsen semmifajta visszajelzés arra, hogy én ezt most lekattintottam. De higgyük el, hogy elhiszik. Szia Kajdi, hello Kozma srác, mi a helyzet, tök jó, hogy itt vagytok. De ezért kezd kicsit a framerate-hoz megadni magát.
Ó, oh, jönnek a enemy fleetek. Csak úgy faktorálnak be, mintha nem lenne holnap. Beküldöm a supportot. Carrier-ök egyelőre kapják, csak nem eléggé. De eléggé egyébként. Szerintem ott a bomberek nagyon sokat segítettek. És az is meg lesz. Oh, wow! Ezek elég nagyot robbannak. Erről mit tudunk? Nice. Jönnek újabbak. Dominance Fighter. Jó, innentől kezdve irányított káosz a dolog. Tehát, hogy innentől kezdve elfogadok kérdéseket, mert fogom sincs mi történik, szóval beszéltünk majd másról. Assault Fregat. Nem ez érdekel, hanem... Ezek vajon dolgoznak? Te feltételezzük, hogy igen. Interceptor. Az interceptorokat is be kéne küldeni, nem? Mit csináltok ott? Az Isten nézzen rátok. Hát, álljatok már be oda az ég szerelmére. Mindenkire szükségünk van. Hát nem lehet ezt máshogy. George is getting frustrated. De. Ide. Jó étvágyat mindenkinek, aki pizzát teszik. Annak is, aki... nem. Nyilván. Bármint annak, aki más teszik. Annak, aki nem eszik, annak nem jó étvágyat. Az így járt. Döntött volna inkább úgy, hogy pizzát rendel. Vagy rak be sülni. Oké, nem találom az egységeimet. Fleet Bombers. Nektek kéne oda menni. A karrierre. Aztán. Regan Corvette. Igen, nektek meg kéne... Hát, hogy csináltok, amit akartok, I don't care. Az egyik support fregattot elküldjük oda gyógyítani. És nagyjából ez. És akkor most lehetne azt, hogy egyébként olyat mondok neki, hogy... P... Ctrl P... Nem. Hogy kell lassabbra venni? Oh, egérgörgő plusz... P... Mi? Ja igen, így. Például most be van lassítva 25%-osra az a sebessége az időnek. Na ez már egy olyan dolog, amit talán jobban át tudok látni. Az ott a Balázs. Én csak azt remélem, hogy a végén nyerünk. Ennyit szed. Úristen, 15 000 egység, 15 000 pénz és egyet összeszedni. Mert az elég sok, akkor a karrierben tudunk építeni. Csak mit? Interceptor. Fleet Bomber. Suppression Fregat. Strong vs. Starcraft and Formations. Ezt ki kell összefejleszteni. Group 3. A Fleet Bomberok vannak bajban. Ugye nekik a feladatuk, hogy a karriereket szedjék ki. Ez a Support Fregat, ez mit csinál az első vonalban? Ezekből lesz pénzem egyébként, hogy ezeket kiszedem? Ó, oh, abszolút igen. Akkor még szükségünk lesz itt egy resource controllerre. Itt készülnek szépen a Fleet Bomberek. Uff, az ott bajban van. Azt ott nagyon gyorsan meg kéne gyógyítani. Meg azt a bombert.
Különleg sikerült kiszedni az egyik hajót. Nem tudom melyiket, mert... Nem tudom melyiket. Ez a Fleet Bomber az el fog esni. Amúgy több Fleet Bomber kell szerintem. De ezt nem csak itt tudom építeni, hanem a Mothershipen is. Úgyhogy... lehozok két support fregattot, és... És mondjuk... ennyi sok Fleet Bombert. Halljátok? Halljátok ezt a nyelvogást? Ez az volt, hogy a macska rájött, hogy most a másik szobában van kizárva, és most ki akar menni a másik szobába. De ott a másik szobában majd rájön, hogy innen van kizárva, és be akar majd ide jönni. És ez így örökre lehet ezzel szórakozni, amíg valaki szórakoztatja. Amíg el nem fárad. Oké, most sem dolgoznak az anti-Starcraft turretek is. Meg az anti-Capital turretek, azok különösen jók a... szerintem, különösen jók a carrierek ellen. Remélem, hogy különösen jók a carrierek ellen. Fleet Bomber megint megpróbálja. Most kap gyógyítást. Oké, most sem is ült meg teljes egészében az egyik hajó. A másik az amúgy elkezdett itt áttörni. Na jó, a mine layereket rá kell állítani. Tudnak ezek támadni egyáltalán? Nem. Remek. Akkor ezek a frissen lehozott hajó, interceptorok, azok szintén nem jók. De közben beküldöm azért a karrierek ellen. Mert jobb, mint a semmi. A resource controllert meg majd be kell küldeni. Oké, ezek kik? Ó, ezek is interceptorok. Ezeket nem küldtem be a csatába? Lehet, hogy beküldtem, csak... végül nem ment be, mert rájött, hogy véget ért az összecsapás. Fleet Bomber. Jó, ezt is kiszedtük. Nagyon jó. Még ott jönnek be újabb, kisebb hajók. Ott jön egy újabb, nagyobb, egy újabb carrier. Úgyhogy arra azonnal ráküldjük. Én egy dolgot tudok, hogy a Fleet Bomber az úgy hangzik, mint valami, amit a nagy hajók ellen kell küldeni, és én e szerint élek. Az interceptort is beküldjük, hogy a Dominance Fightereket leszedje, meg az Assault Fregattokat is. Mert szerintem azok is azok ellen jók. Egy macskajtó sajnos nem működik, mert nem tudunk, tehát nem fogok egy lyukat vágni az ajtóba a macska miatt. És az egyikben nem is lehet egyébként. Mert már üvegajtó, szóval nem, nem. Megszokja szépen, hogy nyugton van maradva. Van minden a cica. Ilyenkor szokott az lenni, hogy ha észrevesz, hogy figyelek rá, akkor ide jön, és talán attól kicsit megnyugszik, hogy ide jön. Gyere ide. Gyere ide. Gyere ide, macska. Most különösen hiszt is valamiért. Na, de közben szajlik a csata. Az őrülten izgalmas összecsapás. Ah, jön még egy dude. A support fregattok szépen gyógyítgatják egymást. Ez a resource, oké, ez működik. Itt egy Fleet Bomber, ami szerintem új. Ezt ráküldjük erre a carrierre. Groove 3, te rossz állapotban van, te jó ég. Ez a maradék a Fleet Bomberből. Most visszaküldtem oda. Bocs, még továbbra is ezt kéne ütni. Egyelőre azt mondja, hogy good work, én azt érzem, hogy mindjárt meghal mindenki. De örülök, hogy őrül. Azt mondja, hogy reinforce a defensive perimétert azonnal. Dolgozunk rajta, haver. Jó, upgrade-elni tudunk. Let's go. A mine layer fregattok felmentek oda? Tényetek már vissza, légy szíves fedezékbe.
Hú, ez az Interceptor, ezt... ez meghalt. Nem, még nem halt meg. Tudsz oda dokkolni abba a carrierbe? Tud. Akkor legalább őt megmentem. Ezt még mindig nem ütöttük szét az első carriert, az a durva. Ott vannak az assault fregattok. A support fregattok szerintem nincsenek jó helyen egyébként. Tehát itt az interceptorokat kéne gyógyítani. Elvileg két perc múlva megint támadnak? Hát de most támadnak. Á, no, hát ott eljú. Megérje szerintem az árát. Figyelj, nem tudom. Nem tudom. Szereted az ilyen típusú játékokat? Ezek már hova viharba mennek? Hova mentek alapvetően? Ó, azokat üldözi. Azokra fölösleges ennyit rá küld. De annyira nem fölösleges. Egy kicsit fölösleges. Ezek a Railgun Corvette-ek csinálnak amúgy bármit is. Mert ezeket beraktam ide hátulra, mert azt tanácsolta a játék, hogy ott lesz jó helyen. De szerintem át lettem verve a palánkon. Szerintem most már nem jönnek többen. Oké, az felrobbant. A turretek, azok vajon hogy működnek? Vagy, bocsánat, a mine-ok. Most az le tud rakni egy újabb adag mine-t. Mert ha igen, az elég király. Tűnik, hogy igen. Adok rá egy kis extra kakaót az időre. Nem tudom, mitől függ, hogy milyen gyakran tudnak ezek lerakni ilyen dolgokat. Itt láthatóan azért ideig eljutnak az egységek. Hoppa, azt is sikerült szétkapni. Jó. Initial battle analytics indicate the enemy was ramping up its use of capital ships. Igen, hát capital shipeknek a megjelenésére kell számítani főleg. És azok ellen, meg ki a jó? I have no idea. Strong vs. Starcraft, slow single target damage based opponent. Szerintem az interceptorok jók. Meg a fleet bomberek, az abból így 10-et, ha lehozhatnánk. Strong vs. Large Storming Lower Range Opponents. I don't know what that means. Anti-Large Jeep, Ion Cannon fregattok. Ezeket ide állította be. Ez a Railgun fregattok. Oké, akkor mindegy. Ion ágyú fregattok. Amit voltak még Fleet Bomberek. Vagy lehet ezek azok azóta jöttek le. Ion ágyú fregattokból szeretném az összes lehetségeset. Suppression fregatt. A very capable anti-Starcraft fregat. Strong vs. Starcraft and formations. Oh no, let's go. Na akkor azt szeretném, hogy interceptorok, amiben nincsen sok egyébként, azok így gyűjjenek. A fleet bomberek, azok szintén. Railgun Corvette maradhatott, Ion ágyú fregat. Hát az jó helyen volt ott végül is, ahol most van. Support fregat szintén ide. És akkor sikerült jó sok mine-t lerakni. De sikerült-e jó sok mine-t lerakni? A heavy torpedó fregatokból nincs olyan, amelyik... Vagy heavy torpedó tingikből nincs olyan, amelyik ne lenne lerakva, igaz? De van. De. God damn it.
És fél perc múlva támadás. Akkor most mentünk egyet. Nem tudom a játék mikor mentett, de mentsünk egyet. És jó. Ugye zajlik a kitermelés. Remélem. Mert én specifikusan kértem, hogy zajoljon. Aha, ott a resource control működik. Nagyon jó. Ő hozza be a pénzt. Meg onnan is, meg egy harmadik helyről is jön be a pénz. És akkor így köpködik ki a hajókat, a mothership is, meg a... meg a karrier is. Jó, itt vegyet neked is, GK, meg mindenkinek, aki szereti. GK-t. Amúgy szép játék. Azt nem lehet mondani, hogy ne lenne szép játék. Meg én végül is jól elszórakozom rajta, de nekem nem került 60 dollárba. Szóval lehet, hogy... lehet, hogy annyiba került volna, akkor kicsit kevésbé szórakozok jól. Na, jön a támadás. Ott megjöttek. Ó, oh, egy dolog, amit elfelejtettem megcsinálni, hogy az összes Mine Layer fregat, az térjen vissza ide fedezékbe. Kivéve téged, mert te még úgy látom nem raktad le a mine-odat, úgyhogy te pedig lerakod ide, és utána térsz vissza fedezékbe. Ah, ő nem fog visszatérni fedezékbe. Őt valószínűleg szétszedik, mint fogsz a lábtörlőt. De hát, ha nem. Nem, nem, szépen megmentik a többiek. Jó, az szép volt. Jep, azok mind meghalnak. Megjött a következő hullám. Minden áron vissza kell tartani. Ezek mind plazma korvettek, ezeket viszonylag könnyen ki tudjuk szedni. Nézzétek meg, hogy olvadnak el az egységek. Jaj, de zíp! Jaj, de zíp, ahogy elolvadnak. Oké, okay, ti bomberek vagytok, szóval ide elrejtünk titeket első körben. Fregatokra veszélyes a Destroyer. Heavy Capital ellen, meg tingi-tingi, 100 000 HP-ja van, szóval azért nem vicc. Úgyhogy összes Fleet Bombert én rájuk küldöm. Vagy ráküldöm. Mert ezek valóban veszélyesnek tűnnek. Kaucióval menjünk neki. Uff, ott, yep. Transport? Jézusom, ezek micsodák? És miért fonzognak ilyen nagyon furán ezek a Disruptor korvettek? Na most már én sem tudom, hogy mi történik. De ott van, hogy öcsi mentett. Nézzétek, én előkészítettem mindent. Reméljük, hogy életben maradnak a hajóim. Assault fregattok. I don't know. Menjetek oda. Mindenki úgy tűnik, hogy meghalt, hogyha ez számít. Ó, oh, nem mindenki. Bomberek, szedjük meg ki azt a Destroyert. Hát, ne bocsásson meg az Úristen. Interceptorok szintén támadjátok, csak azért, mert ti vagytok pozícióban. Mert ez szépen átjött itt. Ó, oh, és üti is rendesen az összes hajómat. Hát az ott átment. Ami azért gond. Oké, okay, ráküldjük akkor ezeket. I don't know. Szóval azért gond, mert itt már nincsen semmi fajta védelmem. Max, ezek a Fleet Bomberek. Oh, ezek a Fleet Bomberek még itt vannak. Az jó. Elég jól ütik. De nem elég jól ütik. Na majd hát, ha a bomberek. Nem tudom, miért tartanak amúgy ekkora lőtávot tőle. Bomberek, cloak, az most nem kell. Igen, hát figyelj, itt is vannak még. Suppression meg Ion fregattok, ezek lehet, hogy most pont jól fognak idejönni.
Ó, meg azok? Hát hello, hát jó napot kívánok, hát mi lenne, hogyha ön ezt nem csinálna, amit csinál? Sikerült ezt megölni? Azt hiszem igen. Úgyhogy most a Destroyerre kell koncentrálni. Itt Mizu? Hát itt azt hiszem nyerünk. Elég nehéz megmondani. Mi történik? De ez egy én hiba, nem egy játék hiba. Ez az! Jéj! Megcsináltuk! Megmentettük a várost! Figyelj, gyertek ti is ide, the more the merrier! És akkor nekem szükségem lesz újabb support vesszelekre szerintem. Lássuk, miből mennyi maradt. Figyelj, ez lehetne rosszabb is. Oké, mondjuk elég sok támadás, elég sokan jönnek most. Ott is törik át. De egyébként nem nagyon tud igazából senki más átjönni. Az át tudott jönni, az az egy nagy hajó. De amúgy mindenkit nagyon szépen szedegetnek le. Ez a destroyerek, ezek amúgy erősek. Transport az is egy erős, de azokat is lelövölgözgetik. Ugye a transport erre nem biztos, hogy elég kakaó jut. Úgyhogy most bevetjük azokat, akik most értek vissza hátulról. Illetve az egyik support fregattot, azt arra küldöm, hogy ezeket igazán javíts már meg, légy szíves. Uff. Ez lehet, hogy fájt nekem. Yeah, tell me about it. Megjöttek ezek a hajók is. Most már azt ki fogják szedni. Ezt a hajót. Yep, az megvan. Épp hogy sikerült kilőni a végén. De megvan. És szerintem ez is meg lesz. Mindenképpen le tudjuk üldözni. Ez mi volt? Hú. Hát az van, hogy ezt most megnyertük. De nem tudom, hogy miért. De egyre jók vagyunk, azt mondja. Azt mondja, nagyon szépen cselekedtünk. Szerintem ezekből például maradtak. A turretek azok mind megmaradtak. Nagyon sok hajónk is maradt. Még mindig harcolunk egyébként, de ezt a játékos sose érdekelte túlságosan. Hát ez fantasztikus. 2 percem van. Oh, Jesus. Ez túl intenzív nekem, ne haragudj. Oké. Szükségem van. Suppression fregattot tudnánk javítani. Fusion. Na hát ez az, hogy nekem arra nincs még figyelmem, hogy itt min-maxoljak dolgokat. Márpedig elég sok mindent kéne min-maxolni. Mert hogy egyenként ugye bekapcsolható képességei vannak mindenkinek. Mondjuk így. Railgun Corvette, abból is kéne jó sok. Hát próbáljuk meg ezt, nézzük mennyi pénz. Uff, mennyi pénzem nincs. Resource Controller. Remélem, Resource Controller dolgoznak. Hát ez a Resource Controller például rohadtul nem dolgozik. Oké. Mine fregattokat le kell raknom. És főleg ide, hogyha esetleg mégiscsak átjönnének. Valahogy így. Van még valahol egy... Ó, csak nem tudom, hogy hol. Resource bank depleted. Yes. Yes, it is. Intel, we have another surge building. It's the biggest yet. Remek. Remek. Fantasztikus. Kifogytunk szerintem a nyersanyagokból, az a gond. És nem mentek újat keresni. Az egységek, akiknek ez lett volna a feladatuk.
próbálom megkeresni őket. Igen, például ez is itt... Nem azt csináltam, amit kellett volna. Mármint azt megcsinálta, csak aztán nem derült ki, hogy ő végzett a feladatával. Igen, ez megkapta az új feladatot. Ezt milyen, hogyha nem csinálnád? Ja, ez, ennek adtam új feladatot, de kapsz egy másikat. Ide, gyere. Hát haver, én örülnék, hogyha ez így menne. Shore up our defenses, god damn it. Interceptorok. Itt van gyűlés. Fleet bomberek. Itt van gyűlés. Railgun korvettek. Itt van gyűlés. Ion ágyű korvettek. Itt van gyűlés. Fregat... Assault fregattok. Itt van gyűlés. Support az ide. Mine layerek, azokat visszahozok ide. Bár az egyiket nem raktam le, de mindegy. Nem tudom, melyik nem rakott le. Suppression fregattok, azok szerintem távolabb kellene, hogy legyenek, azok jöhetnek ide. Carrier, heavy torpedo turret, jó, resource. Oké, okay, ennyi. Ez lesz a védelmem. Szia Draconix, mi helyzet, tök jó, hogy itt vagy. Milyen volt a heted? Az előző támadás az kemény volt. Én nem vagyok benne biztos, hogy most felkészült, ebben várom. Mint az előbb, és most úgy menthetek meg minden, csak hogy sok minden nem tudok változtatni rajta, hogy esetleg valamiért elbuknám ezt a dolgot. Na, jönnek a vektorok. Carrier, multi-beam fregat, uff. God damn. Oké, okay, ezek valóban kicsit ijesztőek. Mondjuk annak szépen megy le a HP-ja. De szerintem az utolsó hullám lesz. Én ha hullám lennék, én lennék az utolsó. Mármint, ha én lennék ez a hullám, akkor én lennék az utolsó. Úha, framerate does not like this. Does not like this at all. Jézusom. Az nagyon brutálisan beállt. Beáll a framerate. Ezek most úgy mennek át rajtam, mint kés a vajon kávé. Hát ezek igencsak átmentek. És azt hiszem, a Mothership nem tud lőni. Jó, hát figyelj, mindenki menjen. Nem tudom, mit mondhatnék nektek, mindenki támadás. Tehát, hogy... Tudom, hogy valószínűleg jönnek még át ott is, de most a Karkushant kéne nagyon erősen védeni. Na, ott jönnek át a ellenséges hajók. Mennyi HP-ja van neked, Karkushan? 150 ezer. Talán... odafér. Szupressziós fregat. Védd a Karkushant. Na, itt legalább ütik őket. Incarnate forces have reached the repair bay. Még amit lehet, hogy ez... semmi. Never mind. Még előrébb? Hát ez mi? Miért álltok meg itt? Azt lőjétek. Jó, a fleet bomberek megjöttek, az jó.
a multibeam fregattok ellen tudnak azok elég hatásosan fellépni. Itt ezekkel van probléma, de talán ez most meg lesz. És közben a karriernek meg köpködnie kéne ki az új hajókat. Úgy látom, hogy nem tudják még a Karkusán támadni. És itt szerintem túlerőben vagyunk. Kaphatnék egy support hajót ide? Az összes lett, maradhat. Itt még azért elég erősen ütnek. És az interceptorok bánják. Jó, itt még két nagy hajó van. Oppá, csak egy. Kiket tudnék még bevetni? Mondjuk ezeket. Jó. Jó, azt ki fogjuk szedni. Azért ezen már lehetett érezni, hogy az kemény volt. Ide már kellett volna valami fajta taktika, vagy nem tudom, valami ilyesmi. Megjöttek a support fregattok. De durvák ezek a becsapódások, meg shit, ott is. Teljes grup van oda veszett. Az is oda veszett. Shit. De megjöttek az assault fregattok. Illetve azok most ráfordulnak itt a Karkusánra, ahol éppen most jól állunk, mert pont sikerült mindenkitől megszabadulni. De nem sok védelem maradt itt. Szerencsére ez most majd nem meg lesz. És remélem, hogy ez volt az utolsó. Ilyen dolog. Srácok, oda már. Come on. Don't do that. Don't be like that. Szóval remélem, hogy ez volt az utolsó hullám. Azért három hullám szokott lenni klasszikusan a videójátékokban. Azt most kapják az arcukba szerencsére. Pont rossz irányból jönnek az assault fregattok. De olyan súlyos tüzet kapnak az arcukba az ellenség, hogy ez kizárt, hogy ez ne vezessen sikerre. Teljesen be lettek oda szorítva ráadásul. Jó. Jó. Hál' Istennek. Nice. Oh. Yay. De milyen áron? Nem tudom, mert honnan tudna. Szerintem jó áron. Szerintem akciós volt, ilyen kettőt vihet, másfélszeres áron. Viszont megvannak a magok, és megjavítottuk a magokat, és most már semmi nem állíthat meg. Szia Chubbs, szép estét neked is. Thank God it's Friday. Ez nem ellenséges hajó? Ezeket javítottuk meg? Elloptuk az ellenség hajó dizájnját, vagy... Nizu ezzel. Átvezető. Az a zú ezzel, hogy átvezető. Hello? Oké, ez elég vicces volt. Szóval, te vagy az. Mindig is tudtad, okos lány. Miért vadászod le Karant? A saját magam miatt használtam, hogy kinyissam az utat a templomhoz. De hogyha megszerzem Karan magjait, akkor minden ajtóhoz megkapom a
irányítást, és az egész univerzumot irányítom. De miért? Megöltél milliókat. Rövidlátó vagy, te lány. Több száz világot világítottam be, és milliókat, sőt milliárdokat szabadítottam meg a gondolkodás terhétől. És ez az idő alatt senkivel nem találkoztam, aki olyan lenne, mint én. Aztán a gate network-ök felkeltek, és évezredek után először egy másik navigátor is megjelent. Nem voltam egyedül. Adott nekem reményt, de Karen gyenge volt. Ezért csináltam dolgokat, és te megjelentél. Hirtelen a jövő élessé vált. Én leszek az anyja az új navigátor fajnak, ami tűzből születik, és az én akaratom neveli. Az akaratod egy betegség. Én vagyok az univerzum akaratának meg testesítője. Hodd el nekem Karen magjait. Állj az én oldalamra, és együtt elfoglaljuk együtt fogjuk uralni a galaxis, vagy ami ilyesmi. Okos lány. Ezt kérdeznék magadtól, Imogén. Mi lenne Karen Sujet, hogyha Karak nem égett volna porrá? Gondolkozzal ezen. Szeretettem, Tartley. Prepare to shipwreck, world of all enemies attacking during core repairs. Achievement. Egyelőre nem... Oké, ez egy progenitor dolog volt, most már a Vorsage területe. Innen itt irányítja a flottáját. A Nocta 27-hez fontos, hogy megsebesítsük ezt a bázist. Várni fognak ránk. Ezért a mérnökeink megjavították a hajókat. Ezért küldünk egy belopakodó egységet. Oké, ott kell ütni, világos. Hát... Tehát először meg kell semmisítenünk a nyersanyagtermelő területeiket, és ebből fogjuk, utána támadhatunk majd. Rájöttek. Lebuktunk. Critical mission, all units expendable. What does it even mean? I don't know. Mi? Okay, most akkor ne csinálják semmit. Nagyon szép ez a pálya, de hogy... Hát jó, hát akkor menj oda, azt lőd le. Hát mit mondjak erre? Pár fightert kiküldök. Bombereket küldtem oda, hogy aktiválják a bombát. Jó, most el kell onnan jönnünk. Visszavonulás. Gyerünk. God damn it! Jó, ezek nem sikerült túl jól eljönniük. Ó, viszont nagyon szép ez a robbanás, de fogok hazudni. Na, még egyszer. Hmm.
Kicsit úgy érzem, kevés egységem maradt. Nem, nem erről kell jönnünk, hanem erről. Szerintem ez az intended útvonal, mert itt vannak ilyen fedezékek, meg shit. Itt valahol van egy ellenség. Tudjátok, ez azt jelenti. Nem maradt túl jó állapotban a hajóm. Azt a destroyer kik lónan szedni, mielőtt még közelebb megyünk. Az a baj, most nincsen ugye plusz hajóm, tehát hogyha mindenki meghal, akkor kezdhetjük előről. Hát kapunk majd erősítést, de kétlem. Őt lőjük le. Jó. És akkor most kéne egy olyasmit, hogy a fleet bombereket ráküldeni ezekre a cuccokra. Mert azok ellenőrileg nem túl jók. Remélem ez működik, ez a taktik. Ó, oh, Jézusom, mindenkit ütnek. Ó, oh, ez nem volt jó ötlet. Jó, mindenki ide jöjjön. Ja, nem kellett volna oda bemenni. Ez hiba volt. Elfelejtettem, hogy lehet így settenkedni is. Hát egyszer úgyis újra kell majd kezdenünk egy küldetést. Lehet ez lesz az. Jó, settenkedjetek tovább. Féljetek, csak beeline-oljatok az explosívra. Valaki csak célba ér. Nem állíthatnak meg mindannyiunkat. Hát ez a cloakot, ez fölösleges volt beadni. Három van ebből is? Lehet, hogy csak ez a kettő. Remélem csak ez a kettő. Mert még ez sem nagyon lesz meg. Ahol mondjuk nagyon közel van, hogy aktiváljuk. Nem, azt hiszem kettőt mondtak. Kettő volt az intróban. Come on, srácok. Hát ez remek hír. Ezekkel se bírunk. Oké, okay, ez nem úgy tűnt, mint hogyha megnyertük volna. A checkpoint. Nem tudom, volt-e valami checkpoint valahol. Kinda. Jó, akkor most még egyszer, csak ezután nem küldöm be a bombereket az öngyilkos manőverbe. Hanem ide. Ja, nem tudom, hogy mi lesz meg a héten. Tényleg, vagy jövő héten. A héten nem lesz semmi. De jövő héten. Úgy lesz, hogy ugye hétfőn kezdjük ezzel az Zillion-szel, aztán pedig Lice lesz Summit Kingdom. Ketten, oh, ez nem az. Ketten. Synergy. A Synergy az egy... well, guess what? Sose találjátok ki. De az egy... városépítő játék.
Tudom, hogy mostanában sok a városépítő játék, de guess what? Ez is egy lesz közülük. Szóval... ezúttal az a csavar, hogy valami idegen bolygó, tingi-tingi. Valami ilyesmi, hogy idegen bolygón játszódik, és ilyen nagyon, nagyon érdekes a rajstílusa. Nem tudom semmihez hasonlítani a rajstílusát. Talán, hogyha valamihez tudom hasonlítani, akkor ezek a 70-es évekbeli francia rajzfilmek. Mint az Időurai, meg hasonlók. Szóval... iszki. A maga módján. Nem, a Millennial most nem került bele, mert most van elég sok minden, amit... láttam a Millennials javaslatot, de most sok minden van, amit a helyett lehet játszani. Most megint megpróbálok egy beeline-ozással. Az előbb majdnem bejött. Vagy nagyon jobb, sokkal jobb taktikám nincs rá, mert elég szar, szarul állunk. Ugye itt szólt is a játék, hogy ne aggódjak, amiatt ugye mindenki meghal. Ezért tényleg csak be kell vinni a találatot és mehetünk haza, mármint nyilván ők nem jönnek haza. De hogy mi mehetünk a következő küldetésre. Szia Durkány, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. 3000, na még egy run-t kell csinálni és meg lesz. Van-e még bennük egy run? 1300, ez az! Mondta, hogy ez elég volt. Jó, hál' Istennek. Ah, ez nagyon nem tetszett, ez a küldetés. Általában pedig szerettem az RTS játékokat, ahol nem adnak extra. Tehát, hogy nem kell építeni. Mert az építős RTS játékokban szerettem azokat a küldetéseket, ahol kivételesen nem kell építeni. De ez nem tetszett. Ami nagyon szépek ezek a képek, tagadhatatlanul. Ezt kell megtámadnom, igaz? Ja, már látom. Fun. Was a success. The Citadel was dealt a serious blow. Its resource and production systems are offline. The fleet of the Vale is trying to rebuild. We must strike before they return to full strength. Oh, ugye nem időre megy ez a küldetés. Deep scans of the structure indicate the incarnates store highly volatile fuel and munitions in close proximity to their docking base. Aha. Destroying the power regulators will ignite these volatile stores and cause a runaway chain of explosions that will destroy all nearby ships. That's it. Our objective here is to destroy all enemy ships docked throughout the complex. It's time to bring this war to the incarnates. Csak mondd azt, hogy nem időre megy. És barátod leszek. Csak mit kell itt lőnöm? The target refueling and rearming bays around hostile ship docks are high. Ezeket. Power regulator-öket. Engaging from a distance when possible to avoid being caught in the blast wave. Engineering, do you have any templates that can assist here? You know I do. Long range torpedo frigate research is now ready at your say so. Long range. Thank you, engineering. Torpedo ez? Torpedo fregat. Szerintem erre gondolta a dude. Maintain active scan all zones. Ne menj sehova. God damn it.
Oké, mindegy. Tudok-e szerezni volna nyersanyagot? Hát azokról a helyekről tudnék, csak ott biztos, hogy van ellenség. De az egyiket megpróbálom oda küldeni. Hova a viharba mész? Hova megy? Our strike craft can leverage these tunnels to bypass enemy defenses. Két tunneleket tudunk használni. Alagutakat tudunk használni. Még nem látok ilyeneket, de biztos lesz. Sajnálatos módon az elhárítópa is tökéletesen működőképes lesz, amikor a barátaid ideérnek. Ja. Ismerős. Torpedó fregattok jók. Azok jók. Melyikre gondolsz? Ez. Torpedó fregatt, ebből le tudok most hozni 3-at. Igaz? Most ezekre a mine layer fregattok, amit fog kezdeni, azt nem tudom. Tök jó, hogy vannak, csak minek. Hoztunk át... nem hoztunk át, nem maradt életben egy darab... Interceptor. 120.200, az elvileg bele kell férjen. Jó. Tehát ezt mind a három power regulátort ki kell lőnünk vajon? Power regulátor, ezt magyarosabban nem tudom én mondani. Also, legyártottuk-e akkor a... melyik volt az? Nem. Torpedó fregat. Ott van, kivonatva, hogy 3-at építsen, és nem építi. Miközben az interceptorokat építi. Van ennek valami különösebb oka, hogy ezt így... ezt így nem csinálja? Ott vannak energiás fregattok. Izgalmas. Mit ne mondjak? Izgalmas. Most elkészülnek az interceptorok, utána mi fog történni? Azt írja, hogy minden kész. Várj. Lehet, hogy miért ír egy olyat itt, hogy 50x50? Lehet, hogy túl sok fregattom van. De nincs is 50 fregattom. Ötven per ötven. Mert itt vannak ezek a mine layerek, meg hasonlók. Aha. Tehát nem tudom konkrétan lehozni azt a három torpedó fregatot, mert a fregatnak van egy külön népességlimite. És azt már elértem. Meg tudom-e semmisítani mondjuk a mine layer fregatokat, amire semmi szükség jelenleg. Hát végülis technikli meg tudom. Azzal, hogy minden mine layer fregattot mondjuk felküldünk ide megnézni, hogy mizu. Nem, ez totál nem egy öngyilkos küldetés. It's fine, csak menjetek.
Semmi védelem nincs itt. Oké, küldjünk fel egy adag ionágyú fregattot. Kiszedni a power regulator-t. Hozok még le interceptorokat, meg fleet bomberöket is, mert most van rá pénz. Hát ezt nem őrzik szuper-e jól. Úgy látom. Onnan kezdtek el lőni. De az nem ér idáig annak a lövése. Ship dock is going critical. Move all ships outside the blast radius immediately. Oké, okay. Tehát csak az egyiket kell lőni, akkor a másik kettőt nem. Nice! Expect enemy reinforcements from these locations. The enemy is launching strike craft attack wings from nearby transport vessels. Destroy the transports to stop their fighters from retreating for repairs. Aha. Hát most elkezd majd küldeni, ott vannak, fightereket. Ami ellen szerencsére van egy rakás interceptorom. Meg hát amúgy is ez nem probléma. Tehát azt mondja, hogy meg kell akadályoznom, hogy visszavonuljanak, ezek nem fognak visszavonulni. Visszavonulás sose volt opció. Én elküldök oda még egy adagot, ezt a power regulátort is kiszedni. Hát most... Lion of a Total, jó? Igen, ez a védelmi rendszer, ez nincsen szuper erősen kitalálva. Viszont megtaláltuk az ellenséget. Engage, please. Oké, okay, mehetünk a power regulator-ra, többit intézik a bomberök meg az interceptorok. Mondjuk a fregattokat nem ütik túl sokan. Na ez a védelmi rendszer, figyelj, ez működik. Meg az is. Bejöttek még fighterek. Na most kéne beküldeni a mine léreket. Oh, még egy... De jó. Missile launcher. Új típusú hajó. Because of course. Koncentráljatok Assault fregattok a power regulátorokra. Thank you. Hát ez történik, tötyöd rajtli, ez történik. Nem állnak jó helyen a dúdok ahhoz, hogy meglőjék őket, legyenek szívesek arrébb állni. Az ion ágyú fregattok miért nem lőnek? És a mine layer fregattokat miért nem lövik? Valószínűleg azért, mert túl közel voltak. I don't know. Ez mindjárt felrobban. Még egy adag támadás neki. Visszatérés. El onnan kivéve a mine layerek, mert ti menjétek közelebb.
Jó, én is így gondoltam. Ja, valamiért, ahogy egyre nagyobb sikereket érünk el, úgy növekszik az ellenállás elvileg. Annál erősebbek az ellenségek, ami nem hangzik logikusnak, sőt. De mit értek én ezekhez? Ah, megjöttek a vololóhajók. Azt mondta, hogy új design, ami Capture Corvette, na azokat kéne kilőni. Ki jó a Capture Corvette ellen? Vic versus Weaponized Opponents, tehát konkrétan mindenki ki tudja őt lőni. Akkor, hát mindenki lője őt ki. Jó, hát ő nem sokáig bírta. Kicsit kevésbé volt veszélyes, mint elsőre tűnt. Micsoda? Már is elkapták valamelyik hajómat? Én nem látom át, mi történik. Sajnos én ezt már öreg vagyok, úgy érzem ez a játékhoz, pedig mókásnak tűnik. Most már készülnek a torpedó fregattok, mert most már tudnak készülni. Multibeam fregat, multibeam fregat. Megint, hol capture-olik a friendly-t? Nem is látom, hogy hol jönnek a vololóhajók. Ott egy attack fregat. Az ellen fleet bomberek kellenek. De ez... Hol? Hol kapták az egyik hajómat? I don't get it, man. Ez egy Ion Cannon fregat, azok Dominance Fighterek. Shit. Jó, azt a kontrollert el fogjuk veszíteni. It's fine. Jó, oké. Én azt már leírtam, mint veszteség. Nyugodj meg. Oké, nem olyan nagy ügy a resource control elvesztésem, hogy gyártok egy másikat, ha szükségem lesz rá. I don't get it, man. I don't get it. Azért annyiban segíthetne a játék, hogy elmondja. Tehát nem azt mondja, hogy ó, ez a lassú, keveset lövő ellenség elnál jó, ez meg a gyors, sokat lövő ellen, mert ezzel nem vagyok előrébb. Hanem azt kéne elmondani konkrétan, hogy oké, ez jó a fregattok ellen, ez jó a korvettek ellen. És még így is kihívás lenne lekövetni, hogy mi történik. Dolgozok rajta! Ne sietes! Kérlek! Próbálom elfoglalni ezt a Data Spire-t, mert az elvileg ad nekem rálátást. Az Interceptor az nem lát rám.
Ez a három torpedó fregattom van most. Ezeket próbálom oda küldeni. Jönnek a missile fregattok természetesen. Itt azért, hogy itt van egy support fregatt, ami gyógyítja. Jó, ezeket rá lehet küldeni a power regulátorra. Nagy adag fighter jött. Na ez mennyit kap? Hát nem eleget. Azt elmondhatom már most. Tessék, kijelöltem az interceptorokat és nem jönnek. Jó, értem, hogy miért nem egyébként. Mert valószínűleg azt, akit kijelöltem konkrétan, azt lelőtték. De ott van egy csomó másik. Csak azt hiszem a control kattintással lehet valahogy itt kijelölni, hogy attól függetlenül jöjjenek ide. Support fregattal mindenképpen a torpedó fregattot kell erősíteni. Addig, amikor a power regulátorok azok nincsenek kiszedve. Ó, az Isten áldjon meg titeket komolyan. Jó, akkor jön fel mindenki. Állandóan ott el jó. A mothership nem jön fel, meg a resource controller, de azon kívül mindenki. Itt most nem sok taktikázás maradt ebben. Tehát konkrétan minden, ami van, azt rádobom. És reménykedünk. Jó. Mindenki ide. Szóval fel fog roppanni. Bár elvileg nincsen senki robbanó távolságban. Hát no shit, Sherlock. Are you fucking kidding me? Destroyer research coming online right about now. Time to roll out the big guns. Tactical teams have identified a new incarnate smart missile frigate entering the AO. Megjött a smart missile frigate. Senki nincs ott. With fast moving strike craft. Hát jó. Tehát a smart missile fregattokat azokat interceptorokkal kell leszedni. Nagyon hangulatos játék, de hogy egy klasszikus idézek, öreg vagyok én ez a játékhoz. Maradok a Victoria 3-nál. Igen. Azt hiszem, hogy ha most ezt a küldetést elveszítjük, akkor utána nem fogom újra kezdeni, ha elveszíteném. Itt éjszakon történik valami. Jó, gyertek ide le. Mothership-et védeni, bár a Mothership viszonylag jól meg tudja védeni magát. Van még egy darab resource controllerem egyébként. Biztos jó játék amúgy, tehát hogy... véletlenül se szeretném azt mondani, vagy arra utána, hogy nem jó játék. Csak az, hogy... azért nehéz átlátni, hogy mi a fihar történik. De figyeljetek, van, aki az EVE Online-t is átlátja, szóval... It's fine. Meg ha valaki szerette az első kettőt, akkor veszek ezt is. Oké, azok pont azt hiszem nem szeretik. azok pont nem szeretik.
én látok robbanásokat is. Igen, elég sok mindenkit veszítünk, ez tény, ezt én is hallottam. Az interceptorokat ráküldöm a Smart Missile fregattokra, mert ezt ajánlotta a játék. Erre tisztán emlékszem. Melyik carrierre? Ja, erre a carrierre gondol. Ja. Alert. Enemy destroyer en route from the production bay. És most már mindig jönnek majd támadni? Ez nem hangzik mókásnak. Most nem nagyon tudok szerezni cuccokat sem. Azt a carriert le kell szedni például, az biztos. Victory 3 a reakciózó megéri? Szerintem igen. Én játszottam az első két részével és szerettem, és nekem ez is bejön, ami az Evil 9-t illeti, azt is meg lehet érteni, csak rá kell szelni az időt. Ja. Ja, ja, abszolút, 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 abszolút. Ezért mondom, hogy valószínűleg ez egy tök jó játék. Csak nekem nincs rá az agyam az ilyen típusúra. Hopp, ott lehet cuccokat szedni össze. Nem sok, de az is számít. Mert objektíven nem tudok olyat úgy mondani, ami így nem lenne jó. Hagyjátok békén a resource controller-emet, thank you. Ti mit kerestek ennyire hátul? Hát szerintem azért a Victory 3 az nem egy multi játék. Tehát értem, hogy mindenki állandóan mindig multizni akar örökre, amíg a világ tart. De attól, hogy valamiben van multi, az nem azt jelenti, hogy az primarily az, ahogy játszani kell. Ha multiért veszed meg, akkor alapból neved meg. Én ezt tudom mondani. Az egy nice bónusz, hogyha multizban is lehet játszani. De ha van olyan játék, ami szerintem kifejezetten nem ad semmit hozzá multiban, akkor az a Victory 3. Tudom, ezek kemény szavak. De valakinek ki kellett mondania. Te még ezt a resource controller. Azt kéne ott felkapni, meg azt. Azt meg kilőni, azt a Smart Missile fregattot. Oké, addig nem menj oda. Oké, a carrier-üket leszedtük. Nem érzem azt, hogy nyernék. És elnézem az egységszámokat, akkor nem is nyerek. Nem is a részvényeseknek, inkább a playereknek. És ott van a lehetőség, csak... Inkább azért van ott a lehetőség, mert... jobban zavarná a playereket, hogyha nem lenne ott. Mint hogyha van, csak nem jól működik. Most nagyon sok mindenkit megöltünk. És nagyon sok mindenki meghalt a mi oldalunkon. Ez történt. És folyamatosan jönnek. Olyan, mint hogy ez egy ilyen utolsó pálya lenne, de biztos, hogy nem az utolsó pálya. De ilyen chapter végi pályának azért el tudnám fogadni.
Tehát például nagyon szeretném, hogy a Viktor próbálja ki a Victoria 3-at. De amikor felmerült, hogy multiban, akkor mondtam, hogy nem. Mert ez nem egy multi játék, és nem is jó multiban, és nem is ad jó élményt multiban, szerintem. Vagy nem úgy ad jó élmény multiban, mint kéne. Amúgy ebben a játékban is van multi, képzeljétek el. Gondoltátok volna? Itt is lehet meccseket játszani, meg minden. Na most örülnék, hogyha kicsit mindenki békén hagyna. Ez megoldható vajon? Vagy sovány esély van rá. Mindkettő resource control nem dolgozik? Szerintem igen. Shit, hagyjál már békén. Ha valamit nem szeretek semmi játékban, akkor az a... az endless wave of enemies. Az szerintem minden játékban frusztráló. Szia Benny Máté, mi a helyzette ki, hogy itt vagy? Kicsit a játék megnyugodott. Legalábbis a zene. Á, ott jön a következő támadás. Remek. Nem hiszem, hogy volt elég idő gyógyulni. Na jó. Kill. Fregattok, ennyire messziről lőnek? Úgy tűnik, hogy igen. Nem a Homeworld... valamint igen, nem ütöttem a Homeworld 3-a, de alapból nem arról volt szó. Szóval igen, ebben is van multi, meg van ilyen roguelike mód állítólag. Shut up! Ah, ki kéne szedni? Azt talán ki tudod szedni. Másik? Hát neked is, nem tudom, oda küldjem. Szerintetek azokat ki tudja szedni? Azok már veszélyesen közel vannak az potenciális ellenséges hajókhoz. Ezek viszont, tehát ezek a roncsok, ezek jók lennének, csak hogy arról érkezik mindig az ellenség. Ott jön onnan. Szóval az meg azért nem működik. Azt mondja, éjszakás gyerek, az uncsítás, hogy én meg gép előtt. Ah, de jó lenne, hogyha én is most már oda tudnám adni a gyereket egy kicsit valakinek. Mármint mi oda tudnánk adni, mert egymástok adhatjuk, hát azért nem vagyunk sokkal előrébb. Most igazából annyit kell csinálni, hogy ki kell bírni a támadásokat. Hogyha csak egy destroyert küld mindig, akkor azzal szerintem okésak leszünk. Addig, amíg el nem kezdjük itt behozni a pénzt, a nagy pénzt. Úgy látom, hogy ezek itt működnek. Működtök? Igen. Működnek. És senki nem piszkálja őket. Bár... hát azok csak missile fregattok, de azok nem oda mennek. Jó, mindenki vissza ide. Van egy gomba, amikor az összes harci egységet ki lehet jelölni, de nem tudom melyik az. Most csak ki kell tartani kicsit. Kicsit ki kell tartani, és minden rendben lesz. Kicsit kell erősnek lenni. És akkor mondjuk, ha lehoznék pár torpedó fregattot, akkor ezt ide tudnám hozni, ezt kilőni, ezt a power regulátort. Azt szerintem nem őrzik annyira. Csak minél többet lövök ki, annál erősebbeket ütnek.
meg annál jobban védik a maradékot. Ez a trükkös benne. Strong versus everything. That sounds balanced. Lehet, hogy ide be kéne tenni ilyen aknamezőt, hogyha mindig ugyanarról jönnek. Ó, véletlenül se oda menjetek. Ki mondta, hogy oda menjetek? Azt már szétlődő, igaz? Csak nem robbant. Oké, cool. Jó, megnyugodtam. Na, nézzétek, lett pénzem. Tudok lehozni dolgokat, akkor most mentünk egyet. Ez az alert, az olyan már kicsit, mint a Fallout 4 elhíresült mondata, hogy another settlement needs your help. Most pár interceptort raktam le. Hogy hoztam le. De majd igazából a torpedó fregattok lesz itt a lényeg. Ez ennek a karriernek van tűzereje? Elvileg nincs. Látom, hogy ezt védik. Ezt a regulátort, tehát oda nem lesz elég pár cuccot vinni. Strike craftokat kell vinni. Mert azok jók ezek ellen, az utcok ellen. Command channel open. Igen, ez a toggle ölhető ability-k azok, amik nem biztos, hogy már van figyelmem rá foglalkozni velük. Megint még az mostanit se lőttem szét. Adj már egy kis időt. Vajon visszatérnek a hajóhoz, miután legyőzik? Igen. Jó, király. Az még elég okos rendszer, hogy szerintem itt az elpusztult hajókból jön pénz, tehát gyakorlatilag végtelen forrása van a pénznek. És hiába fogynak el a pályán lévő pénzek, amíg támadnak, addig van pénzünk, amiből védekezhetünk. Szóval ez nem egy hülyeség. Na, elkészült szerintem a torpedó fregat, úgyhogy most mentünk egyet megint. És majd egyszer törölnem kell a mentéseimet. És akkor az interceptor és a torpedó fregat. Ez egy kontroll egyet csinálunk ebből. És őket elküldjük a power regulátorok ellen. Nyilván az interceptorok fognak először odaérni. Pontosabban ezeknek nem is kell, mert ezek jöhetnek védeni a torpedó fregattokat. Mert elvileg a torpedó fregattok messzebbről tudnak lőni, mint amennyire, tehát nem kell túl közel menniük, és akkor magunkra tudjuk húzni az ellenséget. Lehozok Railgun Corvette-t, lehozok Fleet Bombert, Áno. Jó. A torpedó fregattok elkezdtek lőni. Most jöhetnek az interceptorok a multi-beam fregattok ellen. Azt hiszem, hogy elég gyorsan ki fogják szedni. Holy shit. És jött egy support hajó is, őt nem tudom miért jött, de tök jó.
Ezek nem érződik annyira erősnek. Na mindegy. Jó, gyertek el onnan. Gyere el onnan. Szuper sebességgel. Oké. Okay. GG. Mission accomplished. Visszamegyünk gyógyulni. Ah, nyilván a support fragatot kell ölni. Oh, egy capture corvette. Oh, a capture corvetteket szedjük le szuper nagy sebességgel. Nem tudom, bomberek. Igazából mindenki. Oké? Okay? Mindenki. A capture corvetteket lője, mert nem akarom még egyszer meghalani, hogy elvittük a hajót, ott ticsak. Hajrá, Neblo, mesélj. Kíváncsi vagyok. Minden fun fact érdekel. Én a fun fact-ek embere vagyok. Azt hiszem sikerült mindegyiket leütni. Első körben. Leaving the production bay. I know. Olyan vagyok, mint kapitány Amerika, hogy I know. Ennek alig van HP-ja? Nem, ugyanannyi HP-ja van, mint a többinek, csak nagyon kicsi a csík. Oké, hogy állnak a torpedó fregattok? Lehozok még egy hármat, csak hogy minél gyorsabban haladjunk. Destroyer. Oh, mit találtam itt? Hello, Mr. Destroyer. Na, arra már nem lesz pénzem, de nem baj, mert még van itt némi pénz, amit ki lehet bányászni. Itt meg még több. A Homeworld-öt a Metacritic értékelésgyűjtő 1999 legmagasabb értékelt számítógépes játékoként jegyzi, és az év platformjai közül a harmadik legjobbnak. A kritikusok kísérték a grafikát, egyedi játékelemeket és a többi játékos rendszert, bár a cselekményről és a magas nehézségi fokról megosztottak a vélemények. A játék több mint 500 ezer példányban kelt az első 6 hónapban, és számos díjat is jelölést kapott az év legjobb stratégiai játék és az év legjobb játék a kategóriában. Köszönöm szépen! Ezeket az infókat. Az van, hogy egyébként nekem megvan a Homeworld 1-2 remastered verzió, de egyszer nem tudtam vele játszani, vagy nem tudom ez, hogy lehet a legjobban mondani Mauni, de hogy van egyáltalán support fragattom? Van, csak kéne még. Tehát egyszerűen nem tudtam megtanulni vele játszani. Valószínűleg nem volt türelmem rá. És azért örültem, hogy jön a Homeworld 3, mert gondoltam, hogy ó, ez biztos kicsit talán jobban szól a hozzám hasonlókhoz. És valamennyire igenis, de közben meg nem is. Na, támadjatok, légy szíves. Interceptorokat. A damage deck azok maradjanak. Azt hiszem, mit kellett volna. Tehát ti is gyertek, őrizzétek a torpedó fregatot, kívül a damage deck, mert azok térjenek haza, hát ha meggyógyulnak. Ó, basszus, pont jön egy destroyer. Hát persze, hogy pont jön egy destroyer. Nice. Support most nem jön velük, igaz? Ez gond. Az előbb nagy segítség volt a support hajó. Ó, ha látnám, hol van support. Az ott egy support fregat. Jó. Már is lement a fél HP-ja. Ahol el fogunk veszíteni egy hajót. Egy torpedó fregat az meghalt. De... Come on. Jó. Menekvés, futás! Jaj, de rossz helyen vagytok, srácok.
Azok viszont nincsenek rossz helyen. Mármint rossz helyen vannak, de ez a lényeg. Hát ti honnan jöttetek, atak fregattok? Mindenki térjen vissza a Mothershiphez. És akkor most már elvileg tudok csinálni Destroyert. Azt szerintem túl kell élnünk egy assaultot. Ezek ugye régi grupok, amiket elvesztünk, régi csoportok. Szóval valószínűleg már így nem tudom, az előző, nem az előzőből, de hogy legeslegeléről maradtak még vissza. Mindenki oda. Mindenki oda. Uff, azok ott olvadnak. Support fregatból kettő maradt. És nem is tudok többet építeni. Mert maxon vagyunk fregattokból. Oké, okay, it's fine. Jó, hát ezeket kiszedtük. Itt a resource controllerek nem nagyon tudnak mit csinálni. Úgyhogy beküldöm őket a csata közepébe. És remélem, hogy nem őket fogják lőni. Mert ezeket ki kell innen szalvázsolni. El fog fogyni a pénz. Még a power regulátorokat, azokat ki tudjuk kapni. Itt igazából két power regulátor maradt, azt lehet, hogy már egy támadásból meg lehetne oldani. Itt egy interceptor, lol. Jól ott maradt, Sóresz. Jó, tudom, a resource controllereket ütik. Miért ütik? Aszó, srácok. Hát, könyörgöm. Most muszáj vagyok egy Hail Mary-t dobni. Mert úgy érzem, hogy most, most nem jól állunk. És meghalt mind a kettő? Nem, nem halt meg a resource controller. Jó, megijedtem egy picit, de nem. It's fine. A support fregattokat kell felküldeni ide gyógyítani. Support fregattok nem igazán túlságosan supportálók ahhoz képest, hogy support fregattok. Jó, lelőttük a felét a HP-jának torpedó fregattokkal. És utána szerintem azonnal felmegyünk ide, és a dogship másikat is meglőjük. Szerintem gyorsan lőnek ezek. Még egy körlövés. Jó. Másikat is szétlövöm. Hát, ha sikerül egy ilyen rohamból legyőzni mindenkit. A B-control távolokat meg el kéne foglalni. Nagyon sokat sérültek a torpedó fregattok, de szerintem marad elég. Hogy kiszedjük az utolsó regulátort. Lehet, hogy nem. Lesz elég durván őrzik. Szerintem a Capture Corvettek szépen elkapják az én korvettjeimet. It's fine. Gyerünk, lőjetek oda. Feláldozhatók vagytok, és sose feledjétek. Hova mentek? Ne oda! Mit csinál? Ja, azok... Ah, bocs. Igen. Oké. Okay. Igaz. Ez az én hibám volt. Azokat ott elkapták. Én végül a Destroyer-t gyártottam? Elvileg igen. Valahol van.
Engage any and all capture corvettes in the AO. Ready, Reaper's talking. Alert, friendly captured. Agadath Farron. Hostile ones on attack range. Enemy frigate down. Group one suffering losses. Attention. Watch the debris. Good hit, frigate down. Critical hit. Enemy frigate destroyed. Helm, we have a target. Get us in range. Nagyon sipet fel kéne hozni. A destroyerek vajon miért nem hallják meg azt a parancsot, hogy mindenki támadás? Ők vajon miért ignorálják ezt a kérést? Nagyon kevés HP-ja maradt a Power Regulátornak. Ezt tökül ennek kiszedni. És a bombereket küldöm ellenük. Most hát tényleg hélmérő üzemmódban vagyunk. Jó, megvan. És ettől függetlenül még fel kéne jönnünk ide, a control towerokhoz. Hát figyeljetek, jöjjünk fel ide. Nem tudok erre jobbat. Köztük te is, Mothership. Ugye már nem maradt pénzem. Ja, én is hallottam, hogy High Starcraft vagy valami ilyesmi. Vagy mi kell ahhoz, hogy ezek a control towerok az enyémek legyenek? Mert nem írja, hogy ezt így hogy tudom elfoglalni. Figyelj, úgy, hogy rádom a világ összes tűzereit a problémára. Így fogom megoldani. Ó, itt van capturing. Elkezdtük a capturinget. Első nem sikerült. It's fine. Van még időnk. Oda tessék menni. Alert. Strike craft taking losses. We have scopes on a hostile emplacement. Update as needed. Alert. Enemy destroyer en route from the production bay. Milyen production bay? Már szó szerint mindenkit megöltünk. Miről beszélsz? Mármint nem megöltünk, de hogy az összes dokkot kiszétszettük. Come on, bro. Oké, az egyik control tower mindjárt megvan. A másik, hát is közben nagyon ütnek a mindenkit irányból. De talán, csak talán ki tudunk tartani. Egy control tower megvan. Másikra is rá kéne állni. Ezt kik csinálják? Az interceptorok? Azt hiszem, igen. Oké, tartsatok ki még egy kicsit. Mindenki a Mothershiphez. Oké, nem sok hiányzik, lehet, hogy nem tudják visszaszerezni. Ami nice. A resource controller has been destroyed. Group 1 is in trouble. Szerintem mind a kettő resource controllert elvesztettük, ami azért jó, mert nem tudunk többet gyártani, mert nincs rá pénzünk, mert nincsen resource controllerünk. Szóval, hogyha valamiért... Most ez mégse jön össze. Come on, control tower, foglaljuk erre, légy szíves. Enemy
kell javítsuk, javítsuk. 20 másodperc is elfoglaljuk. Közben javítják a mothershipet. Tíz másodperc. Let's fucking go. 5 másodperc. Fent a kezem. Objective complete. Did I win? No. No, you did not. No, you did not. Azt mondja, hogy jön egy zászlós hajó. We are dead. Meghaltunk. Meghaltunk, és nagyon meghaltunk. Halálosan meghaltunk. Ultimátort kapunk. Azt mondja, bújjunk alá a takar... bújjunk be hozzá a takaró alá. Köszi, Nebló. Hát küszök, mint disznó jégen, inkább mondjuk úgy. Ez eddig a kedvenc kamera nézetem. Survival in chains, Warsage. Ne add vissza a vezetést, mondd azt, hogy... Hogy? Incarnate battlecruiser income. Incarnate Warsage is on board. We take him out, we deprive the queen of her general. Engage and destroy at once. Hogy? Hogy? Destroyer taking effective fire. Hull integrity down to 75%. Ne csináld ezt velem. Még itt sincs az ellenség itt, hogy meg kell ölnöm. God damn it. Azt mondja, hogy jön egy ellenség és le kell győznöm, de... nincs semmi. I'm so dead. Nem tudom, ezek már menekülnek, nem? Ja, azt kell legyőzni? Azt a battlecruisert? Aha. Aha, izgalmas. Oké. Okay. Szuper, tetszik nagyon. No. De ne süllyedjetek vissza! Ott is csak halál vár rátok. Istenem. Hát ezt nem, tehát hogy én minden tojásomat egy kosárba raktam, és ez nem az a kosár volt. Na jó, szép halál ez igazából, ha belegondoltok. Van még végül is support fregattom. Ez miért fel alá repül, ezt nem értem. Ezt nem értem. Ki mondta, hogy menj föl? De tudod, álljon kell, menj föl. Mothership, öljed meg a battlecruisert. 130.000 HP. Have fun. Lehet, hogy fel se tudunk odáig menni, olyan magasra. Meg kell várni, míg lejön. A support fragat mi? Az Istenért nem supportol. Extreme caution elmegyek. Már viszom is az extreme caution-t. Priority alert. Hostile battlecruiser. All operators observe position. And be careful out there. Self repair. Yes. Enemy battlecruiser detected. Let's go. Let's actually go.
Mothership under attack. Uff, az ott viszi le a HP-mat. Nem is... De ezt jól gyitja magát, ez nem ér. Caution. Mothership hull integrity at 75%. Oké. It's fine. Nem is akartam életben maradni. Mothership hull integrity at 50%. Nem, ez oké, tehát hogy... jó volt, amíg tartott. Nagyon durva, hogy mennyire, hogy passzívan, hogy gyógyítja magát. No, igen, meghaltam. Figyelj, megpróbáltuk. Nem jött be. Jó játék ez, csak nehéz. Főleg úgy nehéz, hogy az ember rosszul játszik vele. De nagyon mókás volt szenvedni. Ez mindig jó. Ennyi volt mára. Én azt mondom, hogy ez egy tökéletes befejezés ennek a streamnek. Ez a 9. küldetés volt. Nem tudom, hogy hány küldetés van. Ránézek. Homeworld 3. Hov. Money. Missions. 13. Tehát akkor ez még véletlenül sem az utolsó volt. De ettől függetlenül én azt mondom, hogy nekünk az utolsó volt. És köszönöm, hogy itt voltatok velem ebben a 2x3 órában, amíg játszottam a Homeworld 3-ban, illetve köszönöm a készítőknek a kulcsot, mert mókás volt ez. Yep. Na, de mi lesz jövő hét pénteken? Teszitek fel a teljesen jogosan a kérdést. Ugye beszéltük, hogy hétfőn két stream is lesz, vagy hát ketté lesz bontva a hétfő esti stream. 6-tól az Zillions, ami egy ilyen kártyajátékszerű, elég vad dolog. Elég elszállt dologra van szó. Utána pedig 8-tól a Lysarát szeretném most már tényleg befejezni. Kedden a Synergy című játékot nézzük meg, ami egy szintén egy városépítős játék, csak tök más. És pénteken pedig American Truck Simulator. Na most ez... ezen sokat gondolkoztam. Ugye hó végén van ez a szokásunk, vagy van ez a tradíció, hogy a hó végi utolsó stream az egy ilyen beszélgetős stream, ahol ami mindig American Truck Simulator vagy Euro Truck Simulator, és közben így beszélgetünk közéletről, Dunaparti, Dumaparti, Bulvár, Pletyka, Sztárhegyek, tudjátok, hogy megy ez, és hogy milyen volt így általában a hónap, személyesen, milyen volt a hónap általában, de hogy ez csak hogy most nem voltam benne biztos, hogy ezt akarom. Mert próbálom kicsit méregteleníteni magam, és ez kampány időszakban elég nehéz. Úgyhogy de közben lettek gondolataim, és ezekről én szeretnék beszélni, lehet, hogy itt lesztek, lehet, hogy nem, de én, és ugye ez jellemzően nincs is feltöltve YouTube-ra, tehát ez nincs utána vodként áttöltve, hanem ez elvész szándékosan, így van ez kitalálva, nem lehet visszanézni sehogy. Talán vissza lehet nézni, oké, nem hazudtam kicsit, mert vissza lehet nézni Twitch-en 60 napig, de utána elvész. Úgyhogy ha tudtok, akkor gyertek, meg ha érdekel az ilyesmi, beszélgetés, teljesen kötetlen beszélgetés arról, amit titeket foglalkoztat, meg ami engem foglalkoztat. Impír, téged miért bántott a Nightbot, jogosan vagy nem jogosan? Megnézem ezt most. Jogosan. Jogosan. Ja. Úgyhogy ez lesz jövő héten. Most akkor ennyi voltam. Ugye YouTube-on továbbra is minden nap új videó. Most úgy lesz, hogy szokásos rendszer szerint. Ma volt a CK3 Let's Play, holnap Victoria 3, ott már nagyon közeledik a vége a Let's Play sorozatnak, vasárnap pedig a Total War Warhammer 3 Malakai-os legújabb epizódja. Hétfőn pedig találkozunk este. Köszi a figyelmet, köszi, hogy itt voltatok, jó pihenést, jó hétvégét, találkozunk hétfőn.
Sziasztok!